A városi fejlesztő műhelyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézménye indította körülbelül 10 évvel ezelőtt, és az utóbbi 3 évben szélesítették ki ennek a bázisát, így a szülők, az óvodák és az iskolák számára is nyitott. A keddi találkozót is ennek jegyében szervezték. Mind a mozgás, mind a beszédfejlesztés témájában, ugye a korai fejlesztés is hozzánk tartozik most már, tapasztaljuk, hogy keveset mozognak, keveset beszélnek a gyerekek, tisztelet a kivételnek, és nagyon sokszor nem rossz szándék van emögött, hogy így alakulnak ezek a folyamatok, de a digitális világ olyan hamar betör a gyerekek életébe, hogy az életkorilag nem megfelelő számukra, és háttérbe tol olyan fontos tevékenységeket, ami mind a mozgás, mind a beszédet segíteni. A 3 éves kötelező óvodai logopédiai szűrések során azt tapasztalják a szakemberek, hogy a gyerekek szókincsében és a nyelvfejlődésében már látszanak az elmaradások. A digitalizáció felgyorsult ütemben zajlik körülöttünk. Az új generáció már ebbe születik, ezek az eszközök a mindennapjuk részévé válnak kisgyermekkortól. Megfigyeltük a kollégákkal, hogy az érzelem kifejezés és az érzelem felismerés az komoly nehézségbe ütközik az utóbbi időben, és ebből fakadóan az empátiára való készség is hát gyengében működik, mint korábban. Illetve a társas kapcsolatoknak az elindítása és fenntartása is nehézségekbe ütközik. Komoly következmény lehet a technológiai stressz kialakulásának, ami olyan fizikai tünetekhez vezet, mint az alvászavar, a memória problémák, a fejfájás, vagy akár a magas vérnyomás. A szülők és a pedagógusok felelőssége is, hogy megmutassák a gyerekeknek és ösztönözzék őket arra, hogy nem csak a digitális eszközök és a digitális világ lehet számukra a kikapcsolódás forrása.